Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi szerelmi jóslás február 14-éig. Ezek a kártyák ott baloldalon mutatják azt, hogy mi várható a pénteki napon. A fő téma ott felül van. Ez a hölgy szimbolizál bennünket, nőket, és mi állunk a középpontban, mi hozunk most döntéseket. Alattunk ott látható a hajó. Ez utal a reményekre, a vágyakra, az álmokra, de utazásokra is. Ez az utazás lehet egy belső út is, és itt lesznek változások, vagy a külföldi kapcsolatoknál, vagy egy közös életútnál, mert a gólyák a változásokat, a nagyobb változásokat vagy terveket jelentik. Gyakran költözésre utal. Ami számunkra, különösen ránk, hölgyekre fontos, amit a kártyák mutatnak, hogy egy álom megvalósulhat, és lesz egy nagyobb változás, meg tudjuk valósítani a terveinket. A mai napon hinni kell benne, és ez megvalósítható a közeljövőben. És most megtekintjük azt, mi várható szombaton. Ezen a felső kártyán látható a felhő, hogy minden beborult és átláthatatlan, holott szeretnétek tisztán látni a dolgokat. Ez bekövetkezik. A felhő fél évet jelent, tehát fél éven belül tisztázódik valami. Erre utal a fa is, mert itt van ilyen lassú növekvés, nem kell elsietni a dolgokat. Mindazt, amiről álmodoztok, megkapjátok. Erre utal a harmadik kártya, a hold. A hold szimbolizálja az érzelmeket, a vágyakat, a reményeket, de azt is, hogy ezt te megkapod. Visszatérve erre a fára, ez jelenti azt is, hogy mi most keressük a helyünket az életben, ahol úgy érezzük, igen, itt le tudunk gyökerezni. A fának van egy más jelentése is, utal egészségügyi témákra. És, mint ahogy a felhő mutatja, ez jelenleg minden olyan átláthatatlan. Sokan nem tudják, hogyan tovább, hol van egy kiút. Persze, így egészségügyi témáknál én a koronavírusra utalnék, mert ezt mindenkit úgy foglalkoztat, és tényleg így van minden olyan átláthatatlan. És a hold arra utal, ez kihat az érzelmeinkre, félelmeket bált ki belőlünk. De fontos, hogy áttegyük magunkat ezeken a bizonytalanságokon. Jóra fog fordulni a helyzet. Most megtekintjük azt, hogy mi várható a szombati napon. Ott felül az a torony utalhat hivatalos témákra, bírósági ügyekre, de érzelmekre is, amikor úgy fogva érezzük magunkat, és keresünk egy kiutat. Ez gyakran félelmekre, bizonytalanságokra utal. A ravasz róka azt jelenti, váljunk el ezektől az érzelmektől, mert ez nem tesz jót számunkra. De a róka jelent mást is, hamisságokat a háttérben, hazugságokat, vagy csalást például. De szerencsére ott vannak az egerek. Amikor az egerek megjelennek így a kártyavetésnél, azok felfalnak mindent, és akkor nincs ott semmi. Tehát ezeket a hamisságokat, ezeket a nehézségeket le tudjuk zárni.
lesz egy fordulat, és lesz egy új kezdet, ami sokkal kellemesebb, mint ahogy a kép itt mutatja, holott ez utal a múltra is. Ez most le lesz zárva. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!